Múlt csütörtökön véget ért a tanítás az általános iskolákban. Szombaton elballagtak a 8. osztályos diákok. Képes összefoglalón következik a katolikus iskola és a Teleki ünnepségeiről. Minden tőled telhetőt tégy meg a világért, ezért rugást kapsz cserébe. Ne törődj vele, te csak tedd, ami tőled telik. Azt a jót, amit ma cselekszel, holnapra elfelejtik. Ne törődj vele, te csak tedd a jót. A becsületesség, a tisztesség és az igazmondás támadhatóvá tesz. Ne törődj vele, te csak légy becsületes, tisztességes és őszinte. Az első kézfogástól, ez elbocsátó szóig, évek kéksége lebben. Dorgálás, biztató hit, pár csípdevés, a szégyen. A kép most elmosódik. Megvallanak. A gyónás dorogó gondolattá válik. Siker, kudarc, szereplés egyetlen köszönetté válik. Szemem sarkában titkon kíváncsi könnyek ülnek, torkomra forra vágyam, és nincs elég szavam rá, hogy mindent megköszönjek. I'm so grateful and proud. All I want is to sing. Keresztény erkölcsi értékek vezessenek benneteket, abban az új közösségben, barátok között, ahová kerültek. Szent Pál apostol is ezt írja barátjának, püspöktársának, Timóteusnak. Mindent vizsgáljatok fölül, a rosszat vessétek el, a jót tartsátok meg. Isten áldása kísérje az életeteket, és bízom benne, mert olyan jó érzés, hogyha majd találkozunk akár itt, Füzesabony utcáin, akár Egerben, vagy bárhol máshol, megismerjük egymást,
és egy nagy dicsértessék a Jézus Krisztust köszönünk egymásnak, és megemlékeztek rólam is, aki, ahogy elnézlek benneteket, megkeresztelt titeket, első áldozáshoz és bérmáláshoz vezetett benneteket. Hosszú időt töltöttünk együtt. Van, aki 8 évig, van, aki ennél kevesebb ideig járt iskolánkba, de akarva akaratlan összeforrt a szívünk. Voltak köztetek olyanok, akiknek rögös, sziklás útjuk volt, és olyanok is, akik virágos réteken sétálva jutottak el idáig. Voltak kudarcok, és szerencsére születtek kiemelkedő tanulmányi és sportsikerek is, melyet mi, pedagógusok, hálás szívvel köszönünk, hiszen láthattuk visszaköszönni munkánk gyümölcsét. 8 évvel ezelőtt ti voltatok a kicsik, az elsősök, akik eleinte alig tudtatok megállni a lábatokon. Ám ahogy az évek teltek, múltak, lépteitek egyre biztosabbá váltak. Idén már ti voltatok azok, akik segítettetek a fiatalabbaknak, a legkisebbeknek. Emlékeztek rá? Szeptemberben ti fogtátok az elsősök kezét, adtatok nekik bátorságot, szeretetet új környezetükben. Szép és megható hagyománya az iskolánknak, egyben jelzi azt, hogy segíteni szeretnénk abban, hogy nálunk mindenki jól érezhesse magát. Engedjék meg, hogy ünnepélyesen átnyújtsam iskolánk pedagógus közössége nevében a Széchenyi István Általános Iskola kiváló diákja kitüntetést, melyet minden évben csak az arra leginkább méltó tanulóink vehetnek át. Azok, akik 8 éven át kiemelkedő tanulmányi és versenyeredményeikkel, valamint példamutató magatartásukkal méltán öregbítették iskolánk jó hírnevét. Idén 4 tanuló is részesülhet a kitüntetésben. Szólítom tehát iskolánk kiváló diákjait, kérem, vegyék át a kitüntetést. Elsőként Bukta Simonetta, a 8. B-osztályos tanuló. Iskolánk 4. katolikus tanévét fejezi be idén. Azok a tanulók, akik ezen irányú elhivatottságunkat legelkötelezettebben teszik, csodálatos segítői közös munkánknak. Példaképek a kisebbek számára, jelezve, hogy Isten útja mindenki számára nyitva áll, és az egyetlen helyes döntés. Ezt a kiemelkedő hitéleti tevékenységét szeretnénk jutalmazni Árva Ivett 8. A és Kriston Bálint 8. A osztályos tanulóknak. Kérem, vegyék át az elismerő okleveleket. Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet a közlekedési ismeretek oktatására. Most azoknak a tanulóknak a nevét szeretném megemlíteni, akik 7 éven át voltak a szakkör oszlopos tagjai. Szorgalmukkal, tetrekészségükkel kitűntek társaik közül. A megyei és országos versenyeken elért kiemelkedő eredményeik önmagukért beszélnek. Kérem, vegyék át az elismerést, Bukta Simonetta 8. B, Juhász Zsófia 8. B, Kis Réka 8. B, Szabó Angelika 8. B és Halász Róbert 8. A osztályos tanuló. Nagy öröm ért bennünket, hiszen a Heves megyei és a Füzesabonyi Rendőrkapitányság Balesetmegelőzési Bizottsága úgy döntött, hogy a sok éves közlekedésismereti versenyeken nyújtott kiemelkedő teljesítményéért országos egyéni első, csapatban országos második, a norvégiai Európa-bajnokságon 6. helyezést elért tanulónkat, Bukta Simonetta 8. B-osztályos tanulót elismerésben részesíti. A díjat átadja a bizottság képviseletében Szabó János tanár úr.
előadói, művészeti tevékenysége, versenyeredményei példaértékűek. Sőt, nem csak az éneklésben, hanem a szép irodalmi műfajban is maradandót alkotott. Kiváló művészeti tevékenységét szeretnénk elismerni Csuhai Flóra 8. B-osztályos tanulónak. Kérem, vegye át a kitüntetést! Csak a jövőbe. Ha mégis visszanézel, eszedbe jutnak szép emlékek, a kis apró csíntevések, a mókák, vidám együttlétek. Tanáraid intő szava, dorgálása, biztató mosolya. Szeress, tisztelj mindenkit, meglátod, érdemes volt küzdeni. Ne kérdezz, merre visz az út? A válasz biztonságot úgy sem nyújt. Nem tudja senki, hogy hová érkezel, magadtól indulj egyszerrel. Ne kérdezz, honnan fúj a szél, figyeld meg jól, miről beszél. S ha érted már az összegyűjtött hangokat, találd meg köztük önmagad. Ne kérdezd, hol kell fel a nap, gondold, hogy ott, ahol te vagy. És hogyha úgy érzed, hogy elborult az ég, a szíved őrizze a fény. Ne kérdezd, hány napod van még, nyugodj meg, lesz még épp elég. De addig is, míg egyszer minden véget ér, magadhoz hűséges legyél. Elérkezett húzó 8. évfolyam számára egy hosszú utazás első állomása. Ebben az iskolában utoljára hívott benneteket a csengőszó. Nem csak magunkat az iskolán, hanem a lelkünket is ünneplőbe öltöztetjük életük fejeles pillanataira. Biztos vagyok benne, hogy nem ez lesz az egyetlen ilyen alkalom az életetekben, de azt kívánom, hogy minden ilyen pillanatot tiszta szívvel, örömmel, várakozással éljetek meg, hiszen nem elveszítetek valamit, hanem nyertek. Nyertek új barátokat, új ismerősöket, új tanárokat, és meg annyi új lehetőséget, ahol bizonyíthatok, ahol helyt állhatok. Új környezetbe visz benneteket ez az út. Nemrég, akkor, amikor az akkori 8-osok kezét fogva sétáltatok át ide, ebbe az iskolába, első osztályosként, emlékeztek rá? A tanítónénik bevezettek benneteket a betűk számok világába, és hip-hop, már is eltelt 4 év, felső tagozatosok lettetek. Itt sokféle új tantárgyal, tanárnénivel, tanárbácsival ismerkedtetek meg. Én tudom, hogy nem könnyű ma diáknak lenni. De jól helytáltatok, és bízom benne, hogy a középiskolában is legalább ilyen sikeresek lesznek.
Ehhez kívánok mindannyiótoknak sok sikert, kitartást és szorgalmat. Ebben az iskolában a szüleitek is, és mi is mindannyian azon fáradoztunk, hogy sikeresek legyetek. Tanulmányi, kulturális vagy művészeti versenyeken, akár sportban, a felvételén, és majd jövő évtől kezdve a középiskolában is. Van azonban az iskolánknak két tanulója, akit én szeretnék most szólítani, akik az elmúlt években nyújtott tanulmányi eredményük alapján a Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola kiváló diákja lett. És elsőként szólítanám Kovács Petra Anettet. Füzesabonyi Teleki Blanka Általános Iskola kiváló diákja lett, Gál Patrik. Hogy ismereteink egyre gazdagabbá, sokoldalúbbá váljanak. Felkeltették tudás iránti kíváncsiságunkat, megtanítottak a jól végzett munka örömére. Ösztönöztek, hogy képességeinknek megfelelően teljesítsük. Segítettek bennünket abban, hogy felfedezzük, miben vagyunk sehetségesek. Bíztattak, legyenek céljaink, amelyekért meg kell küzdenünk, vágyaink és álmaink, amelyeket valóra kell váltanunk, és ne csüggedjünk el akkor sem, ha valami nem sikerül. Köszönettel tartozunk osztályfőnökeinknek, Antal Zoltáni tanárnőnek és Nagy Imre tanárónak, hiszen problémáinkkal bármikor hozzájuk fordulhatunk, odafigyeléssel segítették továbbtanulásunkat, megszervezték a kirándulásunkat. Búcsúzó szavaink nem volnának teljesek, ha diáktársaink felé nem szólnánk néhány szót, hiszen az egyik törzsös napok, évek összefűzött bennünket. A közösen megoldott feladatnak a szakmerők. Közösen szerzett gólok a sportversenyeknek, a közös veszekedések, játszitok a szünetekben. Mától ez már nincs csak szép emlékként a szívünkbe, de a búcsúzás során minden emléknek szépül. Kívánjuk, használjátok ki az időt, amit még ennek az iskolának a falai között tölthettek, mert igazán gondtalan gyerekek csak itt lehettek. A búcsú percei következnek. A 8. osztályosok felkötik az emlékezés szalagjait iskolán kopja fájára. Egyszer véget ér a lázas napjuság. Egyszer elmúlnak a színes éjszakák. Egyszer véget ér az álom, egyszer véget ér a nyár. Ami elmúlt, soha nem jön vissza már. Egyszer véget ér a lázas ifjúság.